Otthonában fogadta Bartendre humánügyekért felelős alpolgármestert és dr. Székely Károly önkormányzati képviselőt a 90 éves Kuti Józsefné Ilona néni. Folytatódott településünk szépkorú polgárainak köszöntése. Ilona néni 1933-ban szedresen született, 1959-ben költözött Dunaújvárosba. Kezdetekben a TS-ben, majd a vasútnál dolgozott. 25-szörös véradó volt, munkai kiváló dolgozóként is elismerték. Mikor fiatalon településünkre költözött, javában épülőfélben volt az a város, amelyet ma ismerünk. Azt tudom, hogy a piac nem nagy volt, ott valami vájúnak hívták. Ott volt egy ilyen kocsma. Összán kívülű ő... szolgálták ki őket. Úgyhogy nem nagy lehetőség volt. Hát mikor ide jöttünk, ugye lányom ez még óvodás volt, ezt elhoztuk velünk. Akkor a két nagy még otthon maradt, már azok iskolások voltak decemberig. És akkor behoztuk, vagy hazahoztuk őket, és nem tudtak egy járni, mert a technikumban akkor épült az iskola, a fiam oda járt, az öregábbik lányom, meg a zeneiskolához semmi köze nem volt a zenő, de oda tudták tenni, de az igazgató megígérte, csak a fél évet, és úgy is volt, akkor már második fél évet itt járta -e a technikum. Mikor idegyűjtem, itt se nagyon volt munka, és bementem a munkaközvetítőhöz, és azt mondták, hogy a virágosokhoz, a parkosokhoz az utcán kapálni, meg virágot ütetni, hát ha én már az kapálok, akkor elmegyek a térzbe mert a férjem az Ovitnál dolgozott, sok volt a szabadi 12-24-ben, és úgymond patronálták a TS-t. És beszél, három évig voltam a TS-be, utána meg a vasútnál végig. És onnan jöttem el nyugdíjba. Nehéz volt, mert először három évig a PFT-hő mentem. És az, az nehéz volt ugyanúgy kellett nekünk is, ahogy az emberek kibontották a zajot, nekünk is kellett, csak úgymond nem, mi nem vissza-vissza akartuk, de az emberek verték vissza a talp alá azt a követ. Meg mértük be, kanyar, ívnek mondtuk. Első napot úgy kifogtam, hogy innen tűz, mezőfalváig gyalog, és minden kanyarban le, le, le pályamester megírta mértá, és akkor írta, hogy nincs -e valami gond a sinekkel. És akkor azután mentem a kocsitakarítókhoz, ott voltam, akkor utána már ha, öt évig portás voltam. Megműtöttek, és akkor ott akartam hagyni, és akkor elintézte a főnök, hogy portás legyek. Úgy, úgy ott nagyon jó helyen volt, meg is becsültek, mert kiváló dolgozó is voltam, kiváló véradó is voltam, miniszteri kitüntetésben is be, és részesültem Pécsen, úgyhogy én azt mondhatom, hogy ott voltam el, hogy nagyon mondták, ne menj el, ne menj el", mondom, elmegyek nyugdíjba, mert azt mondta a papa, hogy akkor semmit se ad. Se füzetés, se nyugdíjat, semmit, mert ő már akkor le volt uva, de dolgoz. És ha maradok még egy évet, akkor hozták be azt, hogy minden gyerek után annak két évet. Tehát hat év lett volna, az nekem sokat számított volna a nyugdíjba, de hát később állna, egy gondolat. A szépkorú kifejezetten büszke arra, hogy a mindennapokban három gyermekével, hat unokájával és tíz dédunokájával szoros kapcsolatot ápol. Elmondása szerint nagyon összetartó család, rendszeresek a hatalmas összejövetelek. Hát a dédunokat tíz, ebből három kislány, többi fiú. Az unokákat is szeretem, mert azok is amikor csak lehet, mindig jönnek, a dédunokákat még jobban szeretem. Úgyhogy mindet, mindet szeretem, na. Úgy őszintén. Én azt nem tudom elképzelni, mikor úgy látom a tévében, vagy mondják, hogy eldobta a gyerekét, hogy hogy, tud, ha, hogy tudja egy anya a eldobni. Én azt nem tudnám képzelni. Mindegyiket szeretem. Összetartó a család, akár mellik valam, valami gond, akkor ezek már egyik a másikához mennek. El szoknak menni fürdőre, elmegy az egyik társaság, haza addig a másik vigyáz rám, az, utána az megy el. Úgyhogy nem vagyok egyedülse, meg ezek is el tudnak menni. Úgyhogy hála Isten, ilyen bű gond nincs. És tényleg én, én ebből a szempontból nagyon boldog vagyok boldog vagyok a családomnak, boldog is voltam, meg az is vagy. Ilona néni a 20-as éveitől kezdve él Dunaújvárosban, 1959-től ugyanott a Tűzálló utcában. Arra a kérdésre, hogy mit üzenne, vagy milyen gondolatokat közvetítene a ma itt élő Dunaújvárosi fiataloknak a következőt felelte. Azt mondanám nekik, hogy a családot becsüljék meg, szeressék a gyerekeiket is, meg az összes hozzátartozója. És bizzanak abba, hogy minden jó lesz. Más nem tudok nekik mondani. Mert csak ezt. Mert aki nem bizik, az annak vége. Mindenkinek bízni kell, hogy jóra fordul. Kuti Józsefné szép kurú Vidám mindennapja javarészt a rejtvényfejtéssel és pihenéssel telnek. Születésnapi köszöntése alkalmával pedig örömmel osztotta meg a gondolatait. Bartándra alpolgármesterrel és dr. Székely Károly önkormányzati képviselővel.